Ez volt az otthonunk. Furcsa így besétálni, hogy minden olyan csendes. Emlékszem, ahogy berohantunk az öltözőből, és ki a pályára. Az emberek meg örjöngtek, derűsítettük ezt a helyet. Ha már a derűsítételnél tartunk, ez az ember azt állítja, hogy ő vette észre önt. Igen, valójában itt találkoztunk. Itt láttam őt először edzeni. Sohasem láttam azelőtt még nőt úgy kosarazni, ahogy én játszottam. És úgy voltam vele, amikor megláttam Janetet, ember, ez a nő tudja, hogyan kell kosarazni, elveszem feleségül. Kosárlabda játékos voltam, az életem volt a kosárlabda. Tinédzser éveimet Észak-Karolinában töltöttem. És ahogy az NBA játékosokat néztem a tévében, láttam a szép autókat, a csillogást, az asszonyai. Nos, tinédzserként elhatároztam, hogy én is ezt akarom csinálni. Úgy tűnik, jó irányba tartott, hogy mindezt meg is szerezze. Ronnie volt középiskolai kosárlabda csapatának a sztárja. Kapott egy teljes ösztöndíjat az ODU Monarchhoz. És Ronnie nem okozott csalódást. Négy évvel később az NBA és Atlanta Hawks csapata választotta ki. Néhány hetes edzés után azonban álma köddé vált. Még mielőtt lehetősége adódott volna játszani, kitették a csapatból. Szerettem volna az NBA-be kerülni. Szerettem volna milliós szerződéseket. Szerettem volna hazamenni és az anyámnak egy nagy házat venni. Szerettem volna mindent, ami ezzel jár. Szerettem volna azt, amit a világ ajánlott számomra. Ronnie és Janet összeházasodtak. Mindketten európai csapatokkal szerződtek, hogy profi kosarasokként folytassák. Valami azonban közéjük állt. Mi történt? Mi állt közétek? Ezt akarta. Igen. Amikor megsérült a térdem, amikor egy profi európai csapattal játszottam, nem tudtam többé kosarazni. És akkor megharagudtam Istenre, haragudtam Janetre. Ez volt az életem. Sokat kezdtünk veszekedni és vitázni. Sohasem fajult verekedésig a dolog, de igazából én is másképp akartam, és ő is. Janet egy ügyvéddel elkészítette a dokumentumokat, de én nem voltam hajlandó aláírni. Janet döntésre jutott. Úgy volt, hogy elhagyja Ronnie-t. Amikor összepakoltam a dolgokat, rátaláltam egy füzetre, amit még a bátyám adott nekem. Imádkoztam, és a füzet segítségével megismertem Jézus Krisztust. Hazajöttem, hogy veszekedjek vele, de ő nem akart velem veszekedni. Kifejezte a szeretetét felé, de én nem hagytam, mert én veszekedni akartam. Amikor az Úrra figyeltem, a Szent Szellem hangja azt mondta, ne tedd ezt. Ahelyett, hogy megváltoztatnád Ronnie-t, imádkozz érte, majd én megváltoztatom. Nem tudtam megérteni a boldogságról alkotott képemet, mert aszerint a boldogság az anyagi javak birtoklása volt, és mégis annak ellenére, hogy nekem ezek megvoltak, nem voltam boldog, és nem tudtam rájönni, hogy miért nem vagyok boldog. Ronnie úgy döntött, hogy a boldogtalanságára a válasz a gyülekezetben várja, és rájött, hogy oda együtt kell menniük. Egy nappal később meglátogatta egy gyülekezeti tag Ronnie-ékat, és beszélt vele. Amikor beszélt neki a Jézus Krisztus általi üdvösségről, Ronnie nem értette, hogy miért van rá szüksége. Arról akar meggyőzni, hogy bűnös vagyok? Azt gondoltam, hogy a jó, amit tettem, túlsúlyban van a rosszal szemben, és ez elég ahhoz, hogy a mennybe kerüljek. Ronnie boldogtalan volt, és elhatározta, hogy hazalátogat egykori középiskolájába. Senki sem állított meg, nem akadályozta meg, hogy megtegyem. De azt sem mondta senki, hogy ez az Ronnie, gyerünk. Semmi sem történt. Miközben Virginia felé autózott, Ronnie gondolata Jézus Krisztus. Nem tudtam nem gondolkodni azon a szereteten, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűnösökért. Mire Ronnie hazaért, tudta, mit kell tennie. Azt mondtam, Úr Jézus Krisztus, hiszek benned, bűnös vagyok, szükségem van rá, hogy megváltoztasd az életemet. Mondd meg nekem, hogy merre menjek, alávetem neked magam ma este.
A kosárlabda volt az életem, de egyenesbe kellett jönnöm Istennel, és azt mondani, hogy nem akarok állarc mögött élni többé. A legnagyobb változás az, hogy az ember kikerül abból az állapotból, hogy azt akarja, hogy őt szolgálják, és ő akarja szolgálni az Urat. A Biblia azt mondja, hogy a férfiaknak úgy kell szeretni a feleségüket, ahogy Krisztus szerette az egyházat. Azt mondta, hogy szeressem a feleséget. Azt gondoltam, hogy a házasságban mindenki 50%-ot ad, de ez nem így működik, hanem mindenki 100%-ot ad. Ronnie ma az Észak-Karolinai Városi Szolgálatok teljes idejű sportigazgatójaként tevékenykedik. Járom az iskolákat, középiskolákat, általános iskolákat. Beszélgetek az atlétákkal, az edzőkkel, bárkivel, akivel csak tudok Jézus Krisztus szeretetéről. És nem csak a gyerekekkel építek ki kapcsolatokat, hanem a szülőkkel is. Szeretném megköszönni Jézusnak, hogy alkalmat adott arra, hogy a nagykövete lehessek. Házon kívül nagykövetnek lenni azt is jelenti, hogy belül is az az ember. Ez küzdelem. A kosárlabda királya volt. Én voltam a király. Én vagyok a király. Oké, ki a király most? Jézus Krisztus a király, semmi kétség. Jézus az életem királya. Csak Isten kegyelme által vagyok ma az, ami vagyok. Ő nélküle nem lennék sehol.